Fú, nagyon varratlan vagyok melletted, hallod? Inkább így leszek. Hello, srácok! A mai videóban egy különleges vendégem van. Sziasztok! Maris! Hello! Már nagyon régóta szerettétek volna, hogy legyen közös videó, csak hát... Igen? Írtek? Persze, de már évek óta. Meg tényleg így nagyon, nagyon régóta terveztük, meg már régebb, már vagy két éve beszéltük szerintem, hogy már akkor szerettünk volna, csak hát soha nem jött össze, meg igazából nagyon... Nem az én hibám voltál! Meg igazából nagyon ötletünk sem volt, szóval szerettünk volna mindig is, csak így így elúszott, de most végre eljött ez a pillanat, lehet, hogy innentől kezdve akár lesznek is közös videók végre. Az összes videó közös lesz. Az összes videón közös lesz, igen, hát is írom a csatornámat. Maris és Kim. Para Kim és Maris. Nem az én? Kereső. Mi? Hát az én csatornám. Mindenképp vicces videót szerettem volna csinálni, ezért arra gondoltam, hogy tényeket fogunk egymásnak felsorolni. Lesz köztük igaz, meg hamis, és ki kell találni a másiknak, hogy igaz-e vagy hamis. És hogyha nem találja el a választ, akkor ki kell húzni egy testrészt, illetve direkt nagyon csúnya tetoválásokat vásároltunk, és ki kell húzni egy tetoválást is, egy ilyen gyerek gagyi tetoválást, és akkor azt fogjuk felrakni magunkra vagy egymásra, és az veszít nyilván, akinek a végén több tetoválása van, illetve hogyha ilyen döntetlenre állunk, vagy talán akinek a legkevesebb lesz a végén, vagy aki veszít. Ez most valami új szabály? Nem, ezt megbeszéltük, hogyha valaki veszít, és hogyha úgy alakul, akkor mindegyiket rárakjuk, ami megmarad. Mindegyiket? Igen, hát az úgy. Ezt nem beszéltük! Még van délután programom. Nekem jó, is. Hát nagyon kíváncsi leszek. De nem biztos, hogy ezt bevezetjük, csak hogyha úgy alakul. Na, de akkor szerintem kezdjük is, és mivel te vagy a vendég, ezért szerintem kezdte. Jó, közben várjál, mert elfelejtettem a telomra hátra, mert a laptopra írtam. Az első állítás, hogy Shakirát kirúgták az iskolai kórusból. Ez igaz. Te láttad ezt az állítást? Lehet. Nem ilyen, hogy lehet. De nem most, ez régebben, de mondd végig amúgy, de szerintem ez... Szóval kirúgták a kórusból Shakirát, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske. Ez igaz. Ezt olvastam még régebben. Ez igaz. De hogy, milyen hangja lehetett? Hát ugye neki, van én, amúgy tényleg olyan. Vagy tudok Shakirát. Mi? Ne, most nem, mert zavarom. Ilyen vicces hangon. Nem, most nem fog menni, mindegy. Ezt titok, most hanem. Már felcsigáztál, most már csináld! Olyan, hogy szokták én. Nem tudom most, így nem jön. És így a szelyet így készíti. Hát nem, köszönjük mindegy. Szépen ezt a Shakira imitálást, fantasztikus volt. Hú, jó, nem szabad lelőnöm, aztán felfedeznek. Akkor már senki nem kap tetkót, ó, de kár. A csigáknál egy emberi év 12-nek számít, ez valószínűsíthetőleg nehéz szó, a lassúságuknak köszönhető. Miért? Ugyanúgy, ez mint a kutyák. De nem feltétlen, mert a kutyáknál is azt mondják, hogy egy év az náluk 7 év, vagy valami ilyesmi. Az oké. Azt elhiszem, hogy 12, vagy mennyi? Aha, 12. De ez hülyeség, hogy a lassúságuknak. Ezt szerintem te toldottad hozzá. Ez hamis. Aha. Igen? Én találtam ki a villamoson. De az elejét is? Az egészen. Pedig már akartam mondani, hogy igaz, mert te nem mondasz ilyen szavakat, hogy valószínűsíthető, meg mit tudom én. De ne felejtsd el, hogy könyveket írok, szóval azért tudnom kell szépen beszélni. Jó, hát írni tudsz szépen, de beszélni. Na, második. Van olyan magyar település, melynek neve Nagy Csecs. Van. Van? Biztos. Olyan hülye nevek. Tetoválás! Nagy Csécs van, kérlek szépen. Ja, hogy te átalakítottad! Igen. Gondolkodtam ilyen, nem mondom, annyira nem lesz a kiszélköcsőkben. Chloe környékén van Nagy Csecs és Nagy Csécs, vagy Nagy Csécs, Nagy Csécs és Kis Csécs, ugye? És mondta Inesz, hogy ezt biztos nem fogod tudni, mert hogy biztos hallottál már erről, hogy Nagy Csécs, hát, és akkor belezavarod. Ja. És akkor én húzom ki, hogy melyik testrészre? Nem, én húzom ki őket. Jó. Akkor itt vannak a testrészek. Nyak. Nyakra! Egy jó kis nyaktetkó. Oké. És a tetoválás. Mika az az agresszív. Ne bajsz! Én akartam! Húzzak másikat. Nem kell. Csak azon gondolkozom, hogy látszódik. De amúgy nem is hoztunk semmi cuccot hozzá, hogy felrakjuk. Ilyen vizet. Micsoda? De így a gigámra kéne, pont elébe. Úristen, tényleg!
beszélek olyan, mintha támadnak itt. Így néz ki. Hát ez fantasztikus. Hát szerintem nem csináltam ilyet, vagy 15 éve. Én múltkor te. Te? Aha. Na jó, mit kell csinálni? Csak így, ezt csináljam ezt? De várjál, mert ezt... Nem kell még leszedni valamit? De. Olyan, mintha Ádám csutkád lenne, hogy kiáll. Lehet, van tényleg. Ahogy tényleg? Hermafrodita. Azok a csingák. És ami tény? Ha, nem, ez tényleg tény. Nem fáj? Nem. Ez a Sami! Várni kell és csak lehúzni? Aha. Jó, tucsogjon, de... Tucsogjon, hát jó, ez így ne... Tudod milyen nehéz nyakra? Csúszik, tesó! Várj, inkább leveszem már! Nyom, tolja neki! Mit csináljam? De már ott van, lejött! Ott van? Mit kell csinálni? De már ott van! Ja. Azt rohadt! Úristen! Hallod, nagyon vad vagy! Azt rohadt! Hallod, nagyon esküszöm, jól néz ki! Jó, hát legalábbis kamerába. Hanyan mozog? Hát a segge. Törköl. Hát ő nagyon jól néz ki, esküszöm. A vérünkben arany is található. Ennyi. Azt hittem, hogy lesz valami magyarázat. A vérünkben arany is található. Arany csörgedezik a vérünkben. Testvérünk. Hát ez hogy lehet, hogy az arany a föld alatt van? Hát ha eltemetnek, vagy a hegyekbe, vagy mit tudom én. Mi? Hát ha eltemetnek, már te is a földemetre. Ilyen idő, nem jó aranytömbök. Nem igaz, ez ilyen csak te tudsz kitalálni. Ez igaz. Mi? 0,2 milli... Ez biztos, milligram. Ami kamu oldalon találtunk. Kamu, de ez igaz? De ha kamu szerint... nem tudja, akkor ez nem igaz. De amúgy szerintem is ilyen... Nem tudom, képtelenség, de állítólag igaz. Rákeresek. Na jó, és akkor egy ilyen kamu tényért kell kapnom egy Z-tetkót? Igen, hát nem találtad el. Biztosan fül lesz. Fül! Bevonzottam! De akkor de a fülre hogy csináljuk? Hát majd kiderül, hogy mit húzol, és akkor kitaláljuk. Lehet mögére. Ez egy kígyó. Nagyon kígyó. Nagyon kígyó. Akkor, várjál, de akkor ide kéne, nem? Áú, valami szúr! Nagyon gyorsan egyébként így átteleportál a cucc. Jól néz ki? Amúgy esküadom. Na, ki van a csak kicsit tetováló? Feljebb kellett volna így, és akkor úgy még jobb lenne. De amúgy menő. Hallod? Ezek nagyon királyak. A Fülöp-szigeteken 5 éves kortól a gyerekek legálisan alkoholizálhatnak, feltéve, hogy otthon vagy más magánterületen teszik. Igen. Hamis. Hamis? Ezt én találtam ki, úgyhogy sajnálom. Kinéztem volna, hogy vannak ilyenek. Hát 5 évesen? Hát ki tudja, ja, olyan népek vannak, hogy léteznek. Fülöp-szigetek, micsoda népek. Áll. Áll! Ez az! Hardcore-ba toljuk. Úgy fog kinezni, mint Péli Barna. Miért neki az állam van? Hát egy... nem neki ilyen kis szakákája. Ja, a seggállam van. Nem, az nekem vagy van. Mi? Ilyen kis szakákája van. Ó, ezt oda teremtették. Úristen, ez nagyon jó! Hát a seggállamba bele se fog menni. Hát ez eszméletlen. Tedd oda az állathoz. Úristen, nagyon viccesen fog kinézni. Így érzem magam, mint aki műt. De nem tudom, hogy fog ott maradni. Hát nincs. Nyomd be a lupa. Tényleg, most rohadt vicces lenne, ha a bajúba így belemenne. Basszus, miért nem akar itt a szélre megmaradni? Menj már oda! Az akar a szélre, de hát... hát tesó, ez nagyon nem most. Jóó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 
Hogy nézel ki? Nézd, ennyi rajta maradt. De nem tudom, miért rendesen bevizeztem, csak olyan domború felület. Olyan csengem. Nézd ide. Nagyon merő. Úristen. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. Igen, ennyi. Ez...
Hát, hogyha ezt te találtad ki, akkor nagyon gáz, hogy ezt mondom, de valamiért ez rémlik, úgyhogy ez igaz. Ez igaz. Igen, ez itt, hogyha már valahol hallottam volna. De jól olvastam, úgyhogy elkezdettem, hogy így, a szemgolyom, hogy így. Mondjuk az fura, hogy a szemgolyójában nyeli le. Hallod, de ebben a játékban nagyon jó vagyok, tesó. Mit csak ez az egy van rajtam. Ha levágod a tengeri csillag egy karját, az visszanő, sőt, a levágott karból egy másik tengeri csillag fejlődik ki. Hát az, ahogy visszanő, az szerintem biztos. De mi van, hogyha a második részét te toldogtad hozzá, és így már hamis ilyen nekem. Turpisságok? Nem turpiskodtam. Turpiskodtam. Ennél jövőben már úgy sem nézhetek ki, igaz? Igaz? Aha. Igen. Igen. Amúgy ebben én sem voltam biztos, úgyhogy utána jártam, hogy tényleg igaz-e, és több forrás is megerősítette. Ja, te jössz. Az ananásztól édesebb lesz a vizelet. Hát egy dolgot tudok, hogy édesebb lesz tőle. Állítólag. De ja, állítólag tudom, igen. De szerintem amúgy a vizelet is. Igen. Hát ha az lehet, akkor... Igaz, igaz. Hamis, én találtam ki. Aj, az alapján? Aha. Basszus! De ez hogy? Jó, és lehet, hogy most letaláltad ki, de utána amúgy... néztél? Nem néztem utána. Hát akkor, hát hogy, hogy igazoljuk? Én tudásom alapján, ez kapom. Ja. Hát akkor gondolj már bele. Hát szerintem ez... simán én kinézem. Hát az egy savas képzőmény. Mondjuk az... Jó, mindegy, húzok inkább. Szerintem nem lehetséges. Na, ha megint a fül lesz, nyak. Nekem is. Te is kaphatsz. Na megint egy azért kígyó. Azért kis kígyó volt, most ez a nagy változata lesz, nagy kígyó. És hova szeretnéd, középre vagy így, ide? Na, neked is így már legyen. Középen? Remélem, nem jönne. Úristen, és most megyünk még majd programozni. Ha vissza. Nekem annyira nem áll ki a giga, mint neked. Nem kell álljon. Tehát már nyakam, és összefog így. Ezt már tok el. Kap be! Na? Ez kicsit eltorzul. Ah, jó, egy nekem, remélem, ott marad. Klaudia így néz. És az a durva, hogy nem is látjuk magunkat még, de így érzem, hogy ott van a nyakamon, és nagyon kellemetlen érzés. Tetszik. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egyik portréját nézegette, mikor fia először rugott a pocakjában. Ez igaz. Ezt hallottad már? Aha. Vagy csak igen, a francba? Ez igaz. Hogy Facebookon élek, egész nap ilyeneket olvasok. Mondjuk szerintem én ki tudom nézni ebből a tényből, hogy csak valaki kitalálta, de igaznak is simán el tudom képzelni. Na arra ugyan ne így áll, miközben én itt beszélek. Szóval a forgatás alatt. Köszönöm szépen. Afrikában van egy törzs, akik hisznek a banán gyógyító erejében, ezért minden nap fogyasztanak egyet. Igaz. Hamis. Már ezt te találtad ki? Ez nagyon jó. Ez tök el tudom vinni, hogy igaz. Amúgy lehet létezik, de nem. Na látod? És még azzal aggódtunk, hogy majd mindent kitalálunk és nem lesz rajtunk tetkó. Nagyon idegesítő anyagom. Amúgy így tiami szívül. Orca! Ezt egyébként a Kim írta nekem, hogy miket írjak a cetlire, így messengeren, és írta, hogy arc, nyak, orca, és nem értettem, hogy az arc meg az orca között. Hát konkrétizáltam, igen, hogy, ne, hogy ugye külön részét kezdtem utána írni, hogy homlok meg áll, és akkor, hogy az arcon belül. Ja, mert csináltam olyat is, hogy arc. Hát azt majd eldöntjük. Akkor hova szeretnéd ide? Hát, ja, valamelyik oldalra. Úristen. Hogy fogom kinézni? Hát ez gyönyörű, majd mindjárt meglátjátok közelről is. Ez a szívecske, amiben van egy koponya. Kösz! Nagyon börtön. Oltosan, nagyon nem menj ki, mert smink van rajtam. Jó, hát így is lekezdtem. Szóval ne menj ki, ezt... Jó van! Hát nem, még ott van. Jó, nagyon lett. Jó, nagyon jó. Claudia, így is szeretsz mi? Igen, nagyon szép vagy. Így jobban szeretsz mi? A nevem Jane. Tegnap szabadultam a bőriből. Kiraboltam egy molkutat.
Na jó van, megszivatlak én még, ne aggódjál. Jó. Legalább felfrissült vette a víztől. A természetes, teljesen fekete hajjal rendelkezőknek 20%-kal erősebb altató kell, hogy elérjék ugyanazt a hatást, mint másoknál. Fú, ez... Műtétkor ugyanúgy elaludjanak mélyen. Amúgy esküvőhez rémlik, de lehet, hogy valami más átírtál. De van egy ilyen esküszöm, hogy valakinek erősebb kell. De hogy a fekete hajóaknak... Ebben nem vagyok biztos, de legyen igaz. Hamis! Ez úgy volt eredetileg, de én ezt nem hiszem el, ez hülyeség, hogy a vörös hajóaknak... A vörös, akkor jóra gondoltam. A vörös hajóaknak, de nem az altató, hanem a érzéstelenítőből kell, vagy ízé fájdalomcsillapítóból, vagy valami ilyesmiből kell 20%-kal. Ja, valami, tudtam, hogy valami hasonlót olvastam, és én nem voltam benne biztos, hogy mondom, inkább koptázhatok. Amúgy közben tudod, mi jutott eszembe? Hogy meg kell csinálnunk a videónknak az indexképét, és azt hogy fogjuk képezni. Miért nem csináltuk meg? Készfej. Aj, ne már! Az nagyon lezser készfej. Várjál, ez is szerintem ide való, nem? Hát ez nem is semmi. És hogyha megütsz valami lúgnyát legközelebb, nem verekszik. Lányokat nem verek. Akkor megütsz valami pasit legközelebb, ez milyen vicces. Kiütöd és utána. Látni. Annyira vicces, Kim néha elfelejt artikulálni, és így fújj, hogy tesó, milyen olcsó szart vettél. 350 forint. Az eredbe belenyomom, biztos nagyon egészséges. Azta! Hallod, eskü jól néz ki! Az lehet van a prányos videóba. Amúgy tényleg. Miért én kapom a szarokat, te meg nézzek, milyen jókat kaptál. De jó! Ilyeneket hagyd már itt, és majd a Pride-ra ilyeneket rakunk magunkra. Amúgy is akarnék készfejtett volt, majd ezt így szépen. Akarsz készfejtett? Mindenhol akarom. Mindenhol akarom? Na jó, ki jön? Te jössz. Bevörösödik a gyomrod, ha zavarba jössz. Mi a fán? Szavis. Nem. Mi? Aj, ezeket honnan szedted? Ez tudni hülyeség. Nem, amúgy erre egy tudományos magyarázat. Na. Csak ez így hülyén hangzódik. Amikor zavart érzünk, feszengünk, akkor a szervezetünk intenzív adrenalin termelésbe kezd. Igen. Ez a hormon élénkíti a vérkeringést, aminek eredménye az, hogy a gyomrunk ugyanúgy elpirul, mint az arcunk. Mondjuk ez még sense, igen ez. Ja. Úristen, hát erre sose gondoltam. Én se így olvastam, és így mi? Alig találunk el valamit, hallod. Áll. Jaj. Happy. I'm happy, clap on, that's your feeling. Itt van. Ja. Ez ugyanolyan, mint a... És kérdődik is. Ugyanolyan, mint a Lovely. Mm-hmm. Ez nem túl fönt van? Nem. Hát ára nagyon nehéz, a tiéd is alig maradt valami. Nem baj. Szedd le! Do it! Valami fennmaradt. Valami fennmaradt, de nagyon sok. De mi? Alig maradt ezen. Hát de így szétcsúszott. Aha, alig szar. Hát köszi, te csúnyítasz engem! Úristen, már hogy nézhetek ki? Hát az inkább depi, nem happy. Depi. Hát de nagyon rossja. Kim, menjék a felvétel? Kim? Inez! Romániában a boszorkánság egy létező legális szakma. Igaz. Basszus. Igen, ezt tudtad? Aha. Tudtam. Aj. Én nem tudtam, de utána néztem, és tényleg igaz. Japánban léteznek úgynevezett pingpongok. Japánul. Kuromi nani helyek, ahol pervers férfiak, fiatal lányok szellentését szavolgathatják pénzért. Hát, amikor keresgéltem a tények között, akkor találtam olyat, hogy létezik fingbank, de... Meg jó, hogy nem így, nem tudom. Jó, nem is fingbank volt, hanem kakibank volt. Egyre jó. Úgyhogy én úgy tartom, hogy ezt vagy átírtad, vagy ezt kitáltad, de mondjuk Japánból kinézem ezt az örültséget, de legyen hamis.
Hamisén találtam ki. De még a szót is. Na. Ja, de amúgy nagyon beteg dolgokat csinálnak, szóval remélem, hogy elhiszed, de hát sajnos. Meg van olyan étterem, hogy WC-be lesznek, vagy ilyenek, szóval. Azt vágom, igen. Szóval simán. De ilyen WC alakú tányérokból szól. Meg vannak emberek, akik ilyen használt bugyikat vásárolnak a netről. Amiben direkt külön kérés, hogy legyen belefingva. Jó, de hát ez mindenhol van, nem csak Japánban, hát, szerintem, tudom, de hogy ilyen őrült emberek. Ja. Ha már fing, akkor fing büszkén. Ez a címe annak a tudományos esszének, melyet Benjamin Franklin írt a kukizásról. Tuti igaz. Igen. Ez akkora fasság, hogy biztos igaz. Na, a végére belejöttünk. Szaúd-Arábia Ausztráliából importálja a tevéket. Mi van? Szaúd-Arábia... Ausztráliából. Aha. Elképzelem, hogy feladják most. Ausztráliában vannak tevék. Miért lennének tevék Ausztráliában? Úristen, szóval hülyeségben ne vágd, de... Ausztráliában. Hát azok nem ott vannak. Nem, ez hamis. Ez igaz. Mi? Amúgy én se értem, mert én se gondoltam volna, hogy ott vannak. Lehet, hogy direkt nekik tenyésztik minket. Hogy importálják? Hát hajóval, mit tudom én, repülve. Nem tudom. Ez nem hülyeségnek tűnik, de jó. De, meg igaz. Oké. Okay. Ilyen direkten lehetetlen tényeket néztem. Még lehet, hogy akkor pont nem amúgy. Elvileg igaz. Engem itt átversz ezekkel a hülyeségek. Nem, elvileg ez. Én mindegyik után néztem, hogy tényleg igaz. Hát nem, mert 5 percen volt, még ide értem. Homlok. Végre. Nyugi, veszem. Na így is, hogy nézhetek ki? Ez a baszott nagy pillangó. Na jó. Na, leállt a kamera, miközben... Amúgy miért te beszélsz, az én videó. Ja, bocsi. Ne haragudj, beszéltem. Én nyugodtan, én el vagyok. Leállt a kamera, szóval az kimaradt, hogy szerintem az is, hogy felraktuk ide, mert vesztett. Igen. Illetve mondtál utána egy tényt, amit én kitaláltam helyesen, és arról kezdtünk el beszélni. Igen, hogy minimum 5 olyan élőlény, vagyis állat létezik a Földön, amik halhatatlanok, és erről beszéltünk, hogy ez hogy, és hogy nagyon durva, hogy van ilyen medúza, meg van ilyen féreg, meg hogy a homár is például halhatatlan lenne, ha nem ilyen körülmények között élne. Úgyhogy erről beszélgettünk, hogy milyen durva. Amint elmegy ilyen komolyan filozófikus témába a videó, leáll a kamera. Leáll. Úgyhogy... És azt beszéltük, hogy még egy-egy van talán. Igen. Igen, és én jövök. Igen. De nem, most fogtam be a fél. De utána mondtam a... Jó, de a humár, hogy ezek jó. Humár. Volt egy ember, aki sorozat maratonozás közben halt meg, mert olyan sokáig tartotta vissza a székletét, hogy bélcsalódást kapok. Úristen, ez biztos igaz. Én találtam ki. Ne! De ez volt az utolsó, amit gyors beírtam. De sokan amúgy nagyon ügyes dolgokat találtál ki. De amúgy ezek lehetségesek. Kinézem az emberek, hogy vannak ilyen ügyek. Ez tuti, hogy volt már valami hasonló. De most komolyan, hogy hát én kimennék. Hát ha kell, hát akkor kell. Most azért nem tartom vissza, hát megállítom a sorozatot. Mondjuk azt meg tudod állítani, igen. De valami hasonló, mit tudom én. Live közben, olyan volt is, azt hiszem, hogy valami komoly baj lett, mert valaki csinált ilyen 24 órás live-ot, tudod? Hát, de azon nem is olyan sok idő. Hát, az ilyen nagyon durán kimeríthető lehet. Nem is értem, miért csinálják az emberek? Ez egy csomó pénz. Én albósat csinálják, ez biztos sok. Amúgy, de van olyan is. Hát, tudom. Istenem, egyiket se találom. Remélem, másik országban. Alkar! Na, a király, úgyis ide szeretnék egy tetkót, úgyhogy én ezt a pónisat szeretném. Oh. Nagyon jól néz ki. Miért van szaga? Nem annak. Ennek. Fúj! Mit raksz rám? Hát olyan érzem így is, adjam! De milyen hülyé rakott rám? Hova rakjam? Ide. Megy a felvétel ki? Aj, Inez! Miért mondom mindig kimehet? Wow. Asztal, ez nagyon király! Ezt le sem fogom törölni. Nagyon királyak! És kiskoromban ilyen lányosokat vett nekem anya. Póni meg
csin, nem tudom micsoda. Ez mennyivel királyabb? Jó, hát azért akartam ilyenek. Rock and roll. Jó, várjál, ez itt. Ilyen jó, börtön. Na jó. Ez az! Tiszta powerfulnak érzem magam. Na akkor utolsó. Van egy úgynevezett körömbank, ahol az emberi körmöt kaphatsz, ahol emberi körmöt kaphatsz üvegben. Igaz. Hamis. Hamis? Hát ugyanilyet akartam írni. De végül nem ezt használtam olyan. Mert ugye találtam olyat, hogy van kaki bank, ahol székletet vehetsz, az igaz. Dolga, a Fing bankot is csak így magamtól találtam. Én meg először azt akartam írni, hogy befőttes jogodban ez Fingon, de azt mondom, hogy ez már túl lehetetlennek tűnik. De amúgy, hát ne, szerintem nem tűnik. De ugye azt akartam gondolkodni, hogy belefingasz egy befőttes jogot, és elrakod, az megmarad? Én is ezek gondolkodom mindig, nem mindig, de hogy sokszor. És nem tudom, hogy én. Na hát akkor készen vagyunk. De hát elrontottam, még van egy defó, nem? Elrontottad? El. Hát azt mondtam, hogy igaz. Ja tényleg, hamis. Ja, basszus. Én húzok. Ja, nem tudom mi van. Örömömben teljesen össze vagyok zavarodva. Készfej. Oh. Húzzak egy másikat. Húzz egy másikat. Jó, bevállalom, és meg kell lenni. Alkal lesz, fogadjunk, hogy valamilyen unalmas. Könnyűen kell. Na, az jó lesz. Megköptem. Tessék. Én oda részletek. A pón! Úristen, ezt hogy fogjuk? Nyomi pón lesz. Akkor ide rakom így. Így ezzel. Kölyök fölé. Jó? Jó. De mi nem is maradt olyan sok tettük. Hát ja, nagyon bének voltunk. Oh my god! Hallod, ez fent vagyunk! Ez nagyon jól néz ki! Azt a Kim. De nem akarsz, öröm is látszik. Nem. Hát ez nagyon mesés, hozzád illik. Ugye. Úristen. Tükrözi a személyiségem. Nagyon szép. Ez a skizofréniát jelképp. Igen. Amúgy ez kajak jól néz ki, hallod, ezt nem hittem volna. Bezeg, én hogy nézek ki? Most nézzek. Jó, az álladon kívül egyébként tök jól nézel ki. Szóval felháborító. Na, hát igazából ennyi lett volna ez a videó. És remélem, hogy sokat tanultatok a tények alapján, sok érdekes dolgot hallottatok, mert amúgy voltak közt érdekesek, amik így igazak voltak, és így nem gondolná az ember. Ez a YouTube-on az oktató kategóriába fog kerülni. Igen. Ez a videó. És köszönöm szépen Marisnak, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A saját lakásomra. Nehogy ezen a csatornám, köszönöm szépen. És köszönjük szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, nem tudom, hogy ezt már mondtam-e. És ja. Majd találkozunk legközelebb, hogyha szeretnétek még Marisa videót, akkor mindenképp jelezzétek mindkettőnknek, mert én látom is, ő nem biztos, vagy látja, de nem érdekli. Szóval ne kiírjátok, mert én benne lennék. Én is benne vagyok. Szóval akkor majd... És dobjatok egy lájkot, ha tetszett. Én ilyet nem mondok. Ja, akkor... Majd találkozunk még. És az én videómmal mi lesz? Jaj, tényleg, hát Marishoz felvettünk egy 8 órás videót. Hallod, amúgy nagyon rövid idő alatt felvettük, mert mindenkivel 6 óráig veszük fel a díj videót, és veled 3 óráig vettük, úgyhogy egy szabad se legyen. Helyes. Szóval azt mindenképp nézzétek meg, a bal sarokba, nem, jobb sarokba kattintva megtaláljátok, és az egy videó lett, szóval kíváncsi leszek, milyen lesz egyben nézve az egész. Jó lesz. De egyébként mi élveztük a megcsinálását, szóval remélem, hogy ti is szóval remélem, hogy nektek is tetszeni fog, és ja, ennyi lettünk. Ennyik lettünk volna mára. Sziasztok! Sziasztok! Szép, ez is följöttem. Csináljunk meg közös